Az elmúlt évi tevékenység és pénzügyi beszámoló mellett Sóti Ferenc ismertette a szervezet idei évi programját is, amely magába foglalja a termelők számára megszervezett szakelőadásokat, a dűlőutak javítását, a kapcsolattartást más szervezetekkel és a különféle rendezvények megszervezését is, amire pályáznia kell a szervezetnek. Az Entai Gazdakör egyébként az idén ünnepli 135 éves fennállását, amire külön készülnek. 135 éves évfordulónkat szeretnénk megtartani, ami úgymond a gazdakörnek egy nagy ünnepsége lesz. Mintegy 400 főt számál az Entai Gazdakör tagsága, a termelők főként a pályázatokkal, illetve a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos kérdésekkel fordulnak a szervezethez. Földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkozunk. Termesztünk buzát, kukoricát, lucernát, fűszerpaprikát. Miért jó a gazdakörökhöz tartozni? Azért, mert több információt megtudunk, meg a pályázatokról is tudomást szerzünk. Polyák Géza is a könnyebb informálódás érdekében csatlakozott a gazdakörhöz. Jobban tudunk informálódni a napi eseményekről, ilyen, hogy magházak előadást jönnek tartani, akkor az új növényi kinemesített kultúráknak a termesztéséről, akkor ilyen kérvények kitöltése, nem tudom, az újraregisztrálás, sok ilyen apró dolog van, ami érdemes tartozni oda. A közgyűlésen jelen volt Ótot Róbert is, a tartományi mezőgazdasági víz- és erdőgazdálkodási titkárság helyettes titkára, aki ismertette a tartományi pályázatokat.